Köszöntöm nézőinket! Önök talán a magazinunkat látják. Eperjesi Tímea vagyok, mutatom, mivel készültünk. Lovasnapok. 31. alkalommal versenyeztek Mözsön. Mözsi babák és hajózás. Tolnai alkotások. Elhivatottság és odaadás. Lisner Csaba a tolnai közjóért. Happarti, főzés, sorverseny. Nagycsaládosok, sport és családi napja. Gyereknap. Rajzok, arcfestés, zene, móka a Dunaparton. Megtartották június 8-án és 9-én a nagy hagyományokkal rendelkező Mözsi lovasnapokat. Idén 31. alkalommal kísérhettük végig a hajtások izgalmas pillanatait. Elstartolt szombat reggel a verseny hétvége. Virág József szervező ismertette a kétnapos rendezvény részleteit. A szombati napon kombinált akadályhajtás, illetve gyerekügyességi verseny zajlik a mai napon, vasárnapon a kettes fogatok Dél-Dunántúli, illetve a Tolna vármegyei bajnokság fordulói zajlanak, póni, kettes, egyes fogat és C-kategóriás kettes fogatok mezőnyének. Minden versenyszám kvalifikálja versenyzőket az OB minősítőkre, ami a C-kategóriásoknak az idén Mékúton lesz, és októberben pedig itt nálunk lesz egy igen rangos kombinált és póni kettes, illetve egyes fogathajtó döntő. A tegnapi nap nagyon jól sikerült, a Cseh László Egyesületünk versenyzője lett a második. A kombinált mezőnyben az ügyességi 8 kategóriában is lettek az Egyesületünknek olyan versenyzője, akik a dobogó, képzeletbeli dobogó felső fokára felállhattak. A mai napon jelenleg még zajlik a verseny. Hát eredményt most még nem tudunk mondani, de nem állunk rosszul. Úgy gondolom, hogy az időjárás is eddig kegyes hozzánk, és hát hajrá! Sajnos a hétvége alatt a versengés hevében előfordult, hogy felborult egy-egy kocsi. A rendező felhívta a figyelmet arra, hogy a hajtás nem veszélytelen. Fontos a biztonság és az óvatosság. Van egy szabályzat, hogy tehát, hogyha netán nincs baj, akkor sem folytathatja a versenyt, mert ugye a nemzetközi szabályzat azt írja, hogy kizárásra kerül a versenyző. Hála Istennek a két kis balesetből nem történt semmilyen komolyabb baj. Hát igen, nem egy veszélytelen sport, de a versenybírósággal mindig próbáljuk a hajtókat arra is ösztönözni, hogy mindenki úgy válassza meg a sebességet, illetve az iramot, hogy a fizika törvényének megfelelő legyen. De nagyon ritka, hála Istennek. Cseh László büszkén mesélt sikereiről. Sok munkát fektetett a felkészülésbe, ugyanis napi szinten hajtott, amikor ideje engedt. Tegnap kombinált akadályhajtó verseny volt, ezen lettem második, jól szerepeltünk szerintem, jól mentek a lovak, hibátlan tudtunk hajtani harmadik körben, ennyi. Mikor gyerek voltam, kaptam lovat, innen indult az egész lovaglásból, ilyen programokból, és onnan jött a fogathajtás 99-be. Több fiatal is akadt a mezőnyben, köztük Nagy Gréta is tartott bemutatót. Hajtottam ma is egy bemutatóhajtást, 13 éves vagyok, és tavaly kezdtem el ezt az egészet. A jobbos lovunk, a Mózes, az idén került ebbe a fogadba, 5 éves lipicai, a másik az már 2-3 éve is versenyzik, az lipicai félvér, 7 éves. Természetesen a pónik is helyet kaptak a Mözsi pályán. A legtöbb nevező beleszületik a lovasok életébe, így történt ez Böller Péterrel is. Téboly és Bella volt a két társa a megmérettetésen. Ez nálunk családi hagyomány. A szülők, nagyszülőktől örököltük ezt a lószeretetet. A lovas sportok szerelmesei kitartóan hajtottak a pályán, nem csak saját maguk, de a közönség örömére is. Múlt századok hullámain. Május végén egy remek kiállítás nyílt a művelődési központban. Fókuszban a Mözsi babák és a hajózás. Eperszoffer Ágnes polgármester osztotta meg velünk gondolatait a tolnaiak számára a különösen szívet melengető kiállításról. A város napjához kapcsolódva azért annyit elmondanék, én is mindig igyekszünk valamit tolnáról, vagy tolna múltjáról, vagy tolnai embereket bemutatni. Jelen pillanatban ez két alkotónak az alkotásait mutatjuk majd be, és remélem, hogy sokan meg fogják majd látogatni. Amiért ez fontos, mert én azt gondolom, hogy a jelenünket azt úgy tudjuk megérteni, pláne a jövőnket építeni, hogyha tisztában vagyunk a múlttal. És ez a kiállítás, vagy ez a két dolog, ami majd kiállításra kerül, ez ugye a Mözsi viseleti, vagy a Mözsi viselet babákon, és hajómaket kiállítás, ez talán egy kicsit olyan, hogy,
hogy bele tudjuk képzelni magunkat abba a viseletbe, amikor nézzük ezeket a babákat, bele tudjuk képzelni, mintha akár rajtunk lenne, hiszen az őseinken, a nagymamáinkon, dédnagymamáinkon rajta volt ez a viselet. És ugye a hajós meg a hajózás a Sztolnához nagyban kötődik, talán a Duna után a második legfontosabb dolog a hajózás a tolnaiak életében. Tehát minden családban van, szűkebb, bővebb családban van egy hajós, vagy aki hajós volt korábban. Az én nagyapám és az apukám is hajóztak egyébként, és amikor az ember végignézi ezeket a képeket, meg ezeket a maketteket, akkor egy kicsit úgy érzi, hogy a szüleivel, nagyszüleivel, őseivel egy kicsit ezeken a hajókon volt. Hiszen az az alkotó, aki ezeket megalkotta, és itt nem művészeti alkotásokról beszélek, hanem egy nagyon pontos tervről az alapján készült, az eredeti tervek alapján készült hajónak a makettjeiről, akkor egy kicsit úgy érezzük, hogy mi is visszarepülünk az időbe, és talán egy kicsit ezeken a hajókon, uszályokon szolgálunk mi magunk is. És én nagyon bízom abban, hogy mi is tudunk olyanokat teremteni, amiket majd néhány tíz vagy néhány száz év múlva kiállítanak majd, és nyilván akkor teljesen más lesz a világ, és sokkal digitálisabb, és sokkal mozgalmasabb. Én azt gondolom, hogy mindig kellenek azok a kapaszkodók, amiben ha visszanyúlunk a múltba, akkor kapaszkodni tudunk, és én nagyon bízom abban, hogy a jövőben mi is egy kapaszkodó pont leszünk. Én remélem, hogy ez egy remek alkalom arra, hogy egy kicsit tényleg Tolna és Mözs múltjából egy pici ízelítőt tudjanak az ide látogatók kapni. Úgyhogy én nagyon, nagyon örültem, hogy felkérést kaptam ennek a kiállításnak a megnyitójára, és nagyon köszönöm azoknak az alkotóknak és családtagjaiknak, akik ezt lehetővé tették. Ugye a bácsi Kis István, aki a hajómaketteket készítette, ő már nem él, ő 2008-ban meghalt, és a városnak adományozta ezeket a maketteket. A babák készítője, meg a visetek készítője pedig él, ugyan nincs itt, mert már idős korára való tekintettel már nem tudott eljönni, de a lánya itt van. És ezek a babák egyébként egy állandó kiállítás részei Mözsön a civilházba, ezek állandóan megtekinthetők. Az alkotó Rül Gyuláné. Lánya beszélt édesanyja áldozatos munkájáról és arról, milyen odaadással és körültekintéssel készítette el babáit. 94 éves az édesanyám, velem él, és egész életében mindig sokat kézi munkázott egy gyerekkorától kezdve, és mikor az óvodásokat fölöltöztettük, hát pontosan olyan 92-94 körül, akkor megcsinálta a Mözsi Zöldkert óvodának, ott voltam óvónő, megcsinálta a gyerekeknek, a kislányoknak ezt a viseletet, ezt az ünneplős mözsi viseletet, és onnantól kezdve volt egy tánccsoport, és azoknak a ruhájába is nagy részt hozzájárult, és amikor már ez mind abba maradt, akkor jöttek a babák. Azt mondja, hogy nagyon fontos az, hogy ez fennmaradjon az utókornak, hiszen viselni már a településen nem viseli senki, tehát nem hordják a mindennapokba egyáltalán, meg még az ünnepekre is csak az énekkar tagjai. És azt mondja, hogy ha ez megmarad a babákon, akkor legalább az utókor láthatja. És volt olyan szerencsénk, hogy önkormányzati támogatással a múzeum kapott egy kiegészítő helységet, ahol ezek a babák kiállítva vannak állandóan, és megtekinthetők. Tehát nagyon sok óvodai, iskolai csoport jön látogatóba, úgyhogy azt hiszem a célját elérte. Hát mindig nagyon boldoggá tette, hogyha egy babát föl tudott öltöztetni. Mindig gondolkodott rajta, hogy milyen legyen a következő, hogy legyen azért idősebb viselet, legyen gyerekviselet. Ja, hogy ilyet is szoktak hordani, amikor lakodalomba készültek. Tehát mindig azért ezen úgy gondolkodott, hogy hogyan legyen. Sőt, most már inkább azért nem szeretném, hogy csinálja, mert mikor belekezd egy babába, akkor annyira izgatja magát, hogy kész legyen, hogy meglegyen, hogy csináljam, hogy ez már a szívének egy kicsit sok. Körülbelül egy olyan 20-22 van a múzeumban kiállítva, abból is hoztam, és nekem otthon van talán még egy olyan 10-12 darab, és abból is van itt ízelítő, de itt azért be volt határolva a terület, ahol ki tudtuk állítani, ezért csak ennyi babát. De igyekeztem mindegyik viseletfajtából hozni egyet vagy kettőt. Ne menjenek messzire, rövid kereskedelmi kitérő után folytatjuk a Telena magazint.
autója elromlott, kötelező szervizre van szüksége, vagy csak ellenőriztetni jármű állapotát, akkor keresse az Antal Service Kft-t, a Bosch Car Service hálózat partnerét. Autóját prémium minőségű Bosch alkatrészekkel javítjuk. Bosch Assistance szolgáltatásunk keretében meghibásodott járművét ingyenesen beszállíthatjuk. Vállalunk továbbá műszaki vizsgáztatást, eredetvizsgát, teljes körű számítógépes diagnosztizálást, gumijavítást, centírozást, benzines befecskendezők javítását, klímafeltöltést is javítást. Új szolgáltatásaink automata váltó olajszerviz professzionális átöblítéssel, üzemanyag és szívórendszer tisztítás, porlasztók bevizsgálása alacsony és magas nyomású rendszerekre. Gyors, precíz ügyintézéssel, helyszíni biztosításkötéssel nagy szakértelemmel vár mindenkit az Antal Service Kft. Tolnán a Szentesi utcában. Telefon 74-es körzet 540-703. Ha vasárú, akkor Bajai és Fia Kft. Tolna. Finom, durva és horgonyzott lemezek, zárt szelvények, idomacélok, köracélok, varatos és varrat nélküli csövek, bordás betonacélok, AD hálók széles választékban. A megvásárolt szálanyagokat a helyszínen méretre vágjuk. Vegye meg nálunk a hegesztéshez szükséges húzalókat, elektródákat. Kínálunk még alumínium létrákat széles választékban. Ha anyagmozgatások gondja, vegye meg nálunk talicskáját. Ne feledje, ha vasárú, akkor Bajai és Fia vasútvar Tolna. A Volt Patex területén. Telefon 74-es körzet 443-215. Jogosítványt szeretne? Kapcsoljon velünk turbofokozatra! Autós iskolánkban moped, motorkerékpár, személy- és tergépkocsi, valamint nehéz pótkocsi kategóriában állunk rendelkezésre gyakorlott oktatókkal. Klimatizált tantermeinkben számítógépen zajlik a vizsgafelkészítés, de vállalunk távoktatást, e-learninget is az összes kategóriában. Részletfizetés lehetséges. 20 éves korig 25 000 forintig állami támogatás is igénybe vehető. Kapcsoljon velünk turbófokozatra, Turbóautós iskola Tolna, Deák Ferenc utca 5. Lisner Csaba, a tolnai rendőrös parancsnok olyan célokat fogalmaz meg, mint a bűnfelderítés, segítségadás, balesetmegelőzés. Tolnai közjóért kitüntető díjban részesült. Én Szekszárdon születtem, de Tolnán élek kezdettől fogva gyakorlatilag. Itt Tolnán jártam óvodába, általános iskolába, mindvég itt laktam, és jelenleg is itt lakom Tolnán. A szakközépiskolát a Szekszárdon végeztem, még akkor a Rózsa Ferenc szakközépiskola, ami az utolsó évből, ugye már első Béla lett talán. Ott végeztem, én ott érettségiztem, majd ezt követően 93-ban vonultam be sorkatonának, ugye az érettségit követően besoroztak. Sorkatonának ott Pécsen voltam a régi, úgymond Áperben, az Rényi Miklós tüzérdandánál voltam egy évet sorkatona, és akkor sorkatonai szolgálat után onnan kvázi leszerelve a civil életbe folytattam, vagy kezdtem meg a munkám, és a rendőrséghez igazából 2002-ben jöttem, 2002-ben kezdtem meg a Budapesten a rendőrszak középiskolát. 8 hónapig voltam fenn a készeléti rendőrségben, ugye akkor nem tudtam hazajönni rögtön ide Tolna megyébe, hanem egy kisebb várakozás után nyilván egy áthelyezési kérelemmel kerültem ide 2005-be.
végül is Tónára, Szekszárdi rendőrkapitánysághoz, a Tónai rendőrösre. Tényleg azért vagyunk, hogy egyrészt segítsünk, másrészt pedig azért, hogy megpróbáljuk mind a bűnügy vonalán a megelőzést, mind a közlekedési balesetek, tehát mind a közlekedés részébe beleavatkozni olyan szinte, hogy minél kevesebb közlekedési baleset legyen, minél kisebb sérüléssel járó közlekedési baleset legyen, minél kevesebb ember váljon Tónán sértetté a bűncselekményeknek a kapcsán. Ha már sértetté váltak, akkor viszont próbáljuk meg az ő anyagi javukat, amit jogtalanul megszereztek, valamilyen szinten visszaszerezni, lefoglalni, valamilyen módon megtéríteni. Tehát ez mind összetett, és ez nyilván az ősnek az összes dolgozója ilyen szemlélettel dolgozik. Tónaiak vagyunk, tehát én itt lakom, szinte mindenkit ismerek, vagy legalábbis nagyon sok mindenkit. Bátran leszólíthatnak szolgálaton kívül is, tehát nem feltétlen muszáj, hogy rajtam legyen az egyenruha, és meg is teszik egyébként, beszélgetünk, elmondják, mi lehet a probléma, hol lehet esetleg még egy kicsit odafigyelni a bűnmegelőzésbe is, illetve a bűnfelderítésbe is. Két csodálatos gyermekem van, egy 16 éves és egy 21 éves lányom, 21 éves lányom, ő Budapesten lakik jelenleg, félig meddig ugye albérletben lakik fönn Budapesten, az Eltén tanul, még egy fél éve van vissza, ő pénzügy számvitelen, van nappali tagozaton, a fiam pedig ő elsős, most talán a 9-es, ugye újonnan már, tehát nem elsős, meg negyedikes, hanem ugye 9-es. Palánkon a Csapó Dániel mezőgazdasági szakközépiskola és technikumba mezőgazdasági technikus szakon, tehát ő most fogja az első évét elvégezni. Hobbik között szerepel nyilván a horgászat, inkább már a fiam ezt jobban preferálja és jobban szereti, de ettől függetlenül elmegyek vele, megteszünk, én sem tagadom meg, hogyha egy napot el tudunk horgászni és van rá idő. Mérhetetlenül büszke voltam erre a díjra, de az, hogy az önkormányzat is, és esetleg még az állampolgárok is azért látják ez alapján azt, hogy próbálunk tenni és teszünk gyakorlatilag a közjóért, meg ahhoz, hogy az emberek biztonságban élhessenek, biztonságban közlekedhessenek. Ennek szintén örülök, és erre büszke vagyok, hogy nem csak mi látjuk ezt, vagy gondoljuk belülről, hanem talán kívülről, mint visszajelzésként is ez nagyon sokat számít. Sport és családi napot tartottak a nagycsaládosok Tolnai Egyesülete a Dunaparton. A program jellegéből adódóan szórakoztató, mozgásos, gyermek és felnőtt programokkal várták az érdeklődőket. Pácienta Judit, a Nagycsaládosok Tolnai Egyesületének elnöke elmondta, a rendezvény központi szerepet tölt be a csoport életében minden évben. Számunkra az egyik legfontosabb, vagyis legkiemelkedőbb nap minden évben az a sport és családi napunk, melyet úgy gondolom, hogy olyan szintű aktivitással ölel át az egész program, hogy körülbelül a tagjaink majdnem 80%-a szinte jelen tud lenni. Most is a mai nap folyamán közel 300 fővel rendeztük meg ezt a programot. A mai nap folyamán az egyik különlegessége amúgy a mai napunknak, hogy idén nem közösen főzünk két nagy üstben a családoknak, hanem meghirdettünk a családok között főzőverseny. Mindegyik csapatnak ugyanaz az alapanyag áll rendelkezésre, de az, hogy ki hogy fűszerezi, azt rájuk bízzuk, és erre egy független zsűrit kértünk fel, akik majd bírálni fogják, és elmondhatom büszkén, hogy 10 csapat állt fel, akik ők eldöntötték, hogy akkor ők versenyeznek egymással. Persze ezt nem ilyen szigorúan kell érteni a versenyt, hanem teljesen baráti, jókedvel, beszélgetősen telik el a főzés közben. A mai nap programja elsősorban a Tolnai Horgász Egyesület együttműködésével egy horgászversennyel indítottuk, és az eső ellenére a csapatok, vagyis hát a gyermekek ugyanúgy itt megjelentek 7:30-kor felbuzdulva, hogy már pedig ők horgászni fognak.
sokan még, egy 5-6-an még a kedvüket sem szekte a szakadó eső, és ugyanúgy kitartottak, de ez a versenyrész ez 1 órát tartott. Utána pedig tényleg annyira elerett az eső, hogy kénytelenek voltunk félbeszakítani, majd egy kis csúszással 10 órakor el tudtuk indítani a programunkat, megnyitottuk, felkértem Berta Zoltán alpolgármestert, hogy legyen szíves megnyitni a mai eseményünket, és utána elkezdtük ugye a futóversenyeket korcsoportonként, majd most a következő számunk egy sorverseny lesz, de folyamatosan a nap folyamán légvárak lesznek a gyermekeknek, aztán arcfestés, csillámtetoválás, kézműveskedés, de jelen lesz egy rodeóbika is, amit kipróbálhatnak a gyermekek. Ez mellett lesz egy füstsátor a katasztrófavédelem által, amit kipróbálhatnak a gyermekek. A délután folyamán pedig egy kicsit kötetlenebb lesz, ott akár sárkányhajózhatnak is, készülünk a napzárásra pedig egy happartival majd. Az egyesületünk úgy mondhatom, hogy igazán aktív, minden hónapban szinte van ugye programunk, és a havonta majdnem, hogy 2 programmal készülünk. Azonban most a következő, ez majd egy regionális találkozó a Roppoi Völgybe Kaposvár mellett lesz júliusban, aztán utána lesz a kenutúránk, ami 2 napos, majd Miskolcra fogunk menni az őszi találkozóra, a Nagycsádosok Országos Egyesületének őszi találkozójára, de készülünk majd az elsősök köszöntésére is szintén, úgyhogy úgy gondolom, hogy még szép idő vár ránk az idejében. Mert a Zoltán alpolgármester is résztvevője volt az eseménynek, a bográcsok tartalmát is leellenőrizte. Hát tradicionálisan tartja meg a Tolnai Nagycsaládos Egyesület a családi sportnapját, ugye a város egyik legrégebbi civil szervezetéről beszélünk. Hát korábban a családommal vettem részt rajta, hiszen magam is nagycsaládos vagyok, és még gyermekeink kisebbek voltak, addig aktív tagjai voltunk. Nagyon-nagyon fontos, hogy a gyerekeket már fiatalkorukban is a sportra, a közösségi életre, a család egységére neveljünk, és egy ilyen családi nap teljes mértékben hozzájárul, ahhoz segíti azt, és az óriási segítséget fog majd a jövőben is jelenteni a családoknak, hogy egy ilyen millióban, ilyen légkörben nőhetnek fel a gyermekeik. A főzőverseny bátor résztvevői egy jó eredményben bízva kevergették pörköltjeiket. Hát remélem, hogy az első helyezett leszek, és vegyes pörköltet csinálok. Van benne marha, köröm, meg lapocka, csülök, és ennyi igazából. Meg a jó kedv. Babos Béláék 50 főre főztek. Sok éhes szájat készültek megetetni, és egy sajátos recepttel érkeztek. Van benne csont, illetve bőr, köröm, marhain, különböző állatokból raktuk bele, úgy mondom, a dolgokat. Tehát marhából, disznóból, amit adtak hozzá. Mindig jó, hogy egy közös társaság. Ezt a pörköt is szereti. Az egyesület életében a sport és a családi nap az év legfontosabb rendezvénye. Szívügyüknek tekintik a mozgást, az egészséges életmódot és a családi összetartozást. A gyereknap minden évben remek lehetőséget nyújt szórakozásra a kicsiknek, idén sem volt ez másként. A következőkben a Dunaparton tartott derűs rendezvényről tekinthetnek meg egy összeállítást.
Önök a Tolnatáj Televízió Telena című magazinját látták. Tartsanak velünk legközelebb is. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!